Néhány hete elsőként számoltunk be arról, hogy a Barátok közt egykori vandája, Kardos Eszter kisbabát vár. Azóta rengetegen gratuláltak a fiatal jegyes párnak, és mindenki arról fogadja őket. Eszter kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. Köszöntöm Önöket, Szabó Zsófi vagyok, és ez a Story Extra. Eddig még ők maguk sem voltak biztosak a válaszban, ám a legutóbbi vizsgálaton lehullott a lepel. A baba kameránk előtt mutatta meg először szüleinek a megcáfolhatatlan bizonyítékot. Az elsőn ugye arra jutottak, hogy az lány, a másikon arra jutottak, hogy fiú, úgyhogy most várunk egy harmadik véleményt, hogy akkor 2-1 arányba eldőljön ez a hatalmas nagy kérdés. Hetekig lányt reméltek, majd hideg zuhanyként értek Kardos Esztert és vőlegényét annak lehetősége, hogy februárban trónörökös érkezik a családba. A színésznő terhességének 20. hetében jár, és már nagyon szeretné pocakjában növekvő gyermekét a nevén szólítani. Ám a bizonytalan vizsgálati eredményeknek köszönhetően hetekig csak megtippelni tudták szuperaktív születendő gyermekük nemét. Kislány? Kisfiú, most már kezdem érezni, hogy igen, hogy mocorog, meg úgy úszkál a pocakomban, úgyhogy ez most már nagyon izgalmas. És hát a másik oldalon meg egyre közelebb kerül a szülés időpontja, amitől nagyon félek. Ha az a legutóbbi ultrahangos vizsgálatig nem is derült ki egyértelműen, hogy rózsaszínre vagy kékre fessék a babaszobát, az biztosan tudják, a pici egészséges. És bár egyikük sem aggódik feleslegesen, mindketten elengedhetetlennek tartják, hogy Eszter minden szükséges és választható vizsgálatnak alávesse magát. Minden olyan genetikai vizsgálatunk megvan már, ami ugye a 20. hétig kötelező. Mi ezt fontosnak is tartottuk, hogy biztos kiderüljön, hogyha esetleg van valami probléma, arra fel tudjunk készülni, és hogy mi erre mindig rá szoktunk kérdezni az ultrahangon, hogy biztos minden jó, az értékek, a méretek. A rendszeres terhességgondozás nem csupán azért fontos, hogy a kíváncsi kismama választ kapjon a kérdéseire. Az időben elvégzett vizsgálatok lehetőséget biztosítanak a kromoszóma rendellenességek, például a Down-kort kiszűrésére. Vannak olyan szűrési lehetőségek, amiket fiatalabb pároknak is szoktunk ajánlani, mert nem kéne abba a hibába beleesni, hogy aki mondjuk 35 év felett van, azt betesszük a fókuszpontba, rávilágítunk reflektorra, és azt aztán nagyon kivizsgáljuk, és aki meg úgymond fiatal, arra azt mondjuk, hogy hát úgyis egészséges gyerek lesz, minek azt vizsgálgatni. Eszteréknek szerencsére nincs okuk aggodalomra. A jelek szerint kismama és kisbaba továbbra is kifogástalan egészségi állapot a körvend. És bár sokáig úgy tűnt, hogy a közel 400 g-os apróság ismét megvicceli türelmetlen szülei, és lábával kitakarja magát, végül beadta a derekát. Ha látnék valamit figyelni. Perpeszt. Ott látszik most. Na, hát az ott most... Beengedte. Az egy nagyon kuki. A lényeg nyilván az, hogy egészséges legyen, szóval ebből indultunk ki. Első baba tényleg teljesen mindegy volt. Én most nagyon boldog vagyok, hogy kisfiunk lesz. Most már tényleg elkezdhetünk gondolkodni azon, hogy fogják hívni, hogy milyen lesz a szoba. Örülünk, hogy megtudtuk a nemét. Eszter álma valóra vált. Nagy valószínűséggel kisfiút hord a szíve alatt. Szülész orvosa azonban a vizsgálat végén hozzátette, megeshet, hogy a baba lépre csalta őt és szüleit. Így nem érdemes eldobni a lány nevek listáját. Előfordulhat ugyanis, hogy a szülés pillanatában szükség lesz rájuk.